Jó reggelt, pupákok! Szevasztok, gyerekek! Mi a helyzet van? Keeper úgy döntött, hogy ma egy kicsit építkezési dolog lesz. Ugye, beszéltünk róla már az ezelőtti részbe. Annyira nem lesz szerintem veszélyes az a projekt, amit meg akarunk valósítani, de mindenképpen szeretném. Úgyhogy egyébként tök jó, hogy kim van a skillbáron most már, vagyis a hardbáron, vagy minek nevezik el. Ez a dolog. Jó dolog. Na jó, oké. Befejezem a hülyeségemet. A túlok közül ki kellene hoznom mindent. Gyerekek, itt miért vannak alkatrészek? Ma meg én, mit csináltam? Szerves craft, folyamatos pakolgatás van ebbe a játékba. Skacok, ugye, szervetlen craft, jó. Kaja maradék és az eladó cuccok. Az eladó cuccokat el kéne adni, attól lenne jó. Mert akkor lenne a keepernek annyi pénz, mint a hó. Jó. Be vagyunk pörögve, az alkatrész, az mehet be a legendary parc is. Mert most már egyébként van egy csó, nem tudom egyébként minek gyűjtövetem, de őket, de jól van, legyen csak. Oké, a toolsokat akkor ki kellene rakni, amire nekem szüksége van, upgrade-ölni fogunk, meg augerelni fogunk. Szerintem ezek nem kellenek, ugye? Akkor kellene nekem kül, meg kellene nekem fa, ugye? Van egy-két fa, hát nem tudom, hogy elég lesz-e, viszont most már nagyon gyorsan tudunk fát vágni, úgy van. Műszünk ilyet, a követ meg beolvasztottam, úgyhogy ez jó hülye voltam. Nem baj, nem baj! A módokat, várjátok, ládát kellene kraftolni, mert ugye beszéltünk arról, hogy egy kicsit át fogjuk itt alakítani a dolgokat. Várja, hány láda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 8 darab ládát kéne kraftolni, és akkor arra gondolt a keeper, várjál, úgy nagyon gyorsan belevágtunk a lecsóba, mert pörgök, mint a trágya szóró gyerekek. Auger elünk, 5-ös Auger bazze, hát hallod? Ennél jobb nem lőhetne már. Igen, itt kellene nekem, addig lenne, addig van, úgy. Úgyhogy mondhatok. Itt ezt kibontsuk, ezt a felső sort, és arra gondoltam, hogy oda lesznek a ládák föl a plafonba. Ugye így, még nem tűnik el semmi se. A keepernek nem lesz mi se. Csak egy kis gameplay, miben építkezik. És nem tudom tovább, mert nem rímel neki. Na jó van, nem szórakozunk. Igen, ide föl kellene láda. Hány darab láda kell? Megszámoltam már. 2, 4, 6, 8 darab ládát kellene kraftolni. 8-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 
értelmesre. Egyébként a túlokba belerakhatnám ezt is. Minek van ez itt? Jaj. Na, egy garást kellene kialakítani. Valószínűleg csinálunk akkor garázskaput is, mert az ugye jól néz neki. Viszont arra kellene rágyűri, hogy hogy tudnám azt megcsinálni, hogy a járművel át tudnék közlekedni, de valami csapóajtó nincs-e. Úgyhogy először majd azt kellene megnézni, és ahhoz kellene építkezni. Ugye később, hogyha tudok craftolni motort, meg lehet, hogy már tudok. Úgyhogy nagy motort. Úgyhogy olyat is fogunk csinálni. Csak várja, győzzétek kivárni. Olyat is fogunk csinálni, csak győzzétek kivárni. Meg kéne nézni. Ja, ezt meg ki kell próbálni, az 47. nap van, és 2 nap múlva gyűre horda. Ami meg egy kicsit fájdalmas lesz, hogyha nem fognak tudni följönni. Akkor maximum kemények leszünk, mint a Rambo 3, és levegyünk azt, ott megcsináljuk. Ezen gondolkodtam. Mi a véleményetek, gyerekek? Egyébként miért van ilyen orrhangom? Azt nem tudom. Na, oda föl kellene rakni azt a nyolcdalab ládát, amit itt kialakítottunk ide. És akkor érted, nélkül nem fogjuk fölöslegesen foglalni helyet, meg akkor így ide néz, itt van a raktár. És akkor várjál, a toolsból kivesszük a izét, láncfűrésze. És akkor ezeket majd szét kéne itten. Jaj, de jó, nem kell izélem, fejszéznem. Nem fogy a keepernek a stabilája. Jó van. Jó hangos. Nem élem, hogy nektek annyira nem. Azért egy kicsit így élhetőbb a technika, nem? Hogy ebbe hord valami. Ja, itt a vas, ebbe meg a kűj van. Még jó, hogy nem tűnik el. Úgyhogy oda majd kell csinálni vasat, meg fát, meg ilyesmit.
Meg kell nézni, mekkora a garázskapu, meg mit tudok azzal kihozni. Várjál, modok és egészségügy, ezeket is ki. Ohaj, hát ez a szar. Hogy a keeper szar van. Na. Azért is. Gyógyszer. Gyógyszer lett, a gyógyszer lett a... Úgy, úgy. Nincsen több gyógyszer? Mást én nem nevezem, de ezeket is gyógyszernek nevezem. Akkor kellene olyan, hogy sorba, hogy mondjuk fa, köze, kő, mert az is kő. De hol az ő? Na. Kellene olyan, hogy vas, fém. Jó, legyen vas. Ez olyan parasztos. Vas. Vasbu van a kerítés. Vasbu. Vasbu van a kerítés. A nitrát is oda megy. Nem a nitrát, vagy a kűj. Oké, várj egyelőre a kűj. Figyelj, rakok be mindent, aztán majd akkor lesznek dolgok. Ugye, a fába megy bele a mindenféle cuci-buci. Jó, egyelőre jó. Akkor kellene egy olyan, hogy... Modok. Klöz. Az. Hogy? Egyébként ezt a modot nem tudom berakni. Mi ez? Ironra megy. Ja, jó van. Meg ott is a modocska. Ott is a modocska. És akkor jó. Meg is vagyunk nagyjából. A kűjjet végre belerakom. Meg ezt. A gyógyszerbe meg még belevegyez. És akkor sokkal jobb szerintem, hogy itt a kraftolós résznél kapásból itt lesznek a ládák, itt meg innen el fognak tűnni. Ugye, ez a nem mindegy. A gyógyszert is akkor szórja bele keeper, a benzin az nem gyógyszer. Jó, és akkor ezt a kettőt is ide kivágom. Oké. Okay. Megnézzük, hogy mit tudunk csinálni garázskapuval. Egyébként azon gondolkozok, hogy a garázskaput... Door. Door. Garage door. Garage door. Steel door. Ja, ezeket nem tudom megcsinálni. Jaj, de utálom. Dupla ajtó. Egy ilyen ajtó... Mi ez? Fölgördülő ajtó. 5x4-es. 3x3-as. A, izé. Aha, 5x4-es, 7x4-es, aha. Akkor konkrétan azon gondolkodok, hogy egy ilyet, ez kell-e elektronika? Lehet, hogy nem kell. Iron garage. Mert akkor lehet, hogy tudnék rajta földgyűrni, tudod? Ezen gondolkodik a keeper, ezt meg kéne trökkölni, aztán legyártunk egyet, maximum majd valahogy máshogy rakjuk. De figyelj, ez mekkora? Ja, az Iron dupla door. Most mit néztem én az előbb? Garage door. Hol van az? 3x2-es. Az mi az, hogy powered? Ahhoz kell a izé, nem? Kell elektrogyosság. Az nekünk nagyon nem jó. Na ez a baj. Viszont ehhez nem kell elektrogyosság? 3x3-as. 5x4-es. Érdekes, hogy ugyanannyi alkotóelem kell mindenhez. Hát akkor lehet, hogy csinálok, megpróbálunk egy ilyet, jó? Azt megnézzük. Szervetlen craft. Oké, okay. Kell hozzá rugó-bugó, ami azt hiszem, hogy a... most meg kell szoknom, hogy itt fölül is van, mert sose találom meg. Meg kellene hozzá vasacska, és akkor lecraftolunk egy ilyen csoda dolgot. Hát nem tudom, hogy ez hogy, mi lesz belőle. És megnézzük, hogy le tudjuk-e rakni fektetve, és nem tudjuk-e használni hitként. Ez a lényeg, hogy hitként próbálom használni. Hogy el lehetne fektetni, aztán nem biztos, hogy el lehetne zörögjé itt nekem. Figyelj, ide kellene egy ajtó, valahogy úgy, hogy pont be tudja gördülni, és akkor tök jó lenne, mert ugye nem kéne mindig a motorból fölhordni egy cuccot, meg igazából ide beférne szerintem az autó is, a motorom is. És akkor ez a rész, ez a... Jaj, lenne első. Ez a rész, ez a garázsi lenne. Garázsi. Le kéne kraftolni azt, azt meg kell nézni, tudjuk-e fektetve rakni. Hány perc? Még 1 perc 20. Viszont emelhetnénk ám egy izére, egy questre, mert ugye megy egy questünk. Figyeljetek, csapjuk neki, menjünk el egy questre, nem? Gondolom azt így bírjátok, meg akkor így megy több dolog is egyszerre. Na figyeljetek. Akkor most egyelőre ugye kéne vinnünk
mindenből is. Mondjuk visszatérve, berakom ugye a járműbe, és az ammóból kell erre még magamnak vinni egy három slotot, meg... várjál. Egy pillanat. Szemetlen craft. Ja, itt most tök jó, hogy így több sorba így nekünk itt el vagyunk. Ez szuper jó. Na gyere ide, hol van az izajom? Hát abba tudnál segíteni, figyelj, hogy ezeket hurcolod nekem, mind az őrület, jó? Meg ezt is hurcolod nekem. És akkor túlokat viszont ugye kirakjuk ide alulra, mert most akkor nem túlolunk. Így, azt már is jobban érzezzük magunkat. Ugye a fát is ide rakom magam, aztán úgyis jövünk vissza, aztán már intézzük is a dolgokat. Üzemanyagot azt elvisszük, mert felhoztam. Mit akartam csinálni, gyerekek? Mit akartunk csinálni? Még lőszert. Még lőszert vigyünk, hát hogyha kell. És ezt berakjuk ide neki. Jó. Oké, így vegyünk, testvérem. Gyere! Gyere, vegyünk! És akkor megpróbáljuk megcsinálni ezt a földi garást, az égi sky garást, bazze. Zsupszi! Zsupszi! Már megyünk is! Nem tudom hova, de megyünk. Sitty! Az lenne jó, hogyha tudnék csinálni egy ilyen fölnyíló hidat. Mert az a gond, hogy ugradva nem biztos, hogy nagyon megérné nekem ez a dolog. Ugye tudnék csinálni egy ilyen felnyíló hidat, amivel kocsival, meg mindennel el tudok jönni. Tényleg, ha más nem, akkor ugratni fogok. Azt valahogy megoldjuk. Úgy alakítjuk ki. De én... De nagyon szívesen inkább azt csinálnám, hogy... Gyorsan letolunk egy tier 6-os questet. Jó? Legyen változatos a dolog. Ne csak építkezésről szóljon. Gyerekek, hallod? De nagyon irodézzé, hogyan tudja csapni a keeper. Mögyünk mind a vonat. Na, mi az? Mi ez? Hú, ott van megint egy hatalmas épület. Figyeljetek! Nagyon toljuk neki. Van nálam minden candy, azt hiszem. Remélem mindent hoztam, mondjátok, hogy igen, mert ha nem, akkor öngyi leszek. Na, ez nem túl nagy épület, jaj. Ja, nem ez, nem ide kell jönni? Bazza, hallod, eddig még nem mentünk neki semminek. Jaj, a víz. Itt van egy jó kis házikó, de nem ide jövünk. Mondjuk ez is az a 4-es tier 4, ez kemény. Tufelű, folyó tufelű, vagy tó tufelű. Most már nem lehet vizet szerezni tóból, mekkora cumi. Végtelen vizet tudtál szerezni régen, ugye? Sőt, ugye tudtad azt csinálni, hogy egy vödörbe elvitted, egy blokknyi vizet, aztán azt leraktad, és konkrétan korlátlan vized volt. De egyébként ez jó ez a megoldás, nincs ez semmi baj. Ó, talán, figyelj, ez nem a suli lesz? Nem a high school? Az ilyen. Tudjátok, amikor így felvettük a tetőre, aztán hírigőtek minket ezerrel. De szerint nem high school lesz. De... Nem. Ez valami mi ez? Öregek otthona, vagy mi az anyám valaga ez? Na. Figyelj, mindenféle tökölés nélkül, komolyan. Mindenféle tökölés nélkül veretjük neki. Brutálisan. Figyelj, ide kifut a víz. Itt lábatlankodnak ezek a zombik, mi? Tényleg, no tökölés. Ez a jelszó. No tökölés. Figyeljetek, kuizébe megyünk, hallod? Brutál. Terminátor módba, gyere ki! Gyere ki szökrényből. Csekbe verlek! De egyébként ez már megint nem olyan ellenségtörög, amelyik, tudod, keepernek való. Ezért ez... És te érdemes elvinni ennyi cementet? Lehet, hogy annyira nem.
Ó, ez a sok könyv. Ez nagyon fasz a dolog. Keltek föl! Gyűjtem meg a képer, meggyűjt. Hát ezeket kilutolgatjuk. Jó, addig amíg van helyünk, addig lutolunk mindent, és oda nézzetek, itt meg csúnya világ van, ott a ég a gázláng. Jól van, no problémo, keeper, itt van már. Kilutol mindent is. Az édesanyád. Jó. Nem akarok lőszert használni, annyi lőszerem lesz, mint a sár, de... Ne, nyugtalankodjatok, meggyűjtem! Keeper is here, ez a jó hír! Imádom a dolgokat! Na, nyissátok ki ajtót! Mondom. Konkrétan full HP-val meg tudod úszni az ilyen izét, mókát is már. Gyorsak leszünk, mint a izé, mint a menláb gyerekek. Olyanok vagyunk, mint az őzike. Aki éppen kiugrott a autó elé. Rohanunk, mint a tébolyult. Tébolyult. Így jöttünk föl. Oké, oké. Itt mi van? Megnézzük a szemetet is. Egy, öt darab vascsőre vicceljél. Az nagyon kell. Csinálunk belőle nudzsa... Csinálunk belőle nudzsakút. Gyertek rám! Csak a fejre, arra üssél. Attól lesz nagyon jó. De a kalapácshoz meg. Borzasztó jó! Rendet teszünk vele! És nem fogy a lőszer! Egyébként elmondom nektek, én annyira imádom ezt a kalapácsot! Best ever! Murky Waltert nem viszünk, el lehet felejteni. Ebből viszont mindent is, a papír mondjuk nem köllöd volna. Gyertek, barátaim! Csak a fejre, rendőr zombirál! Big mama, big mama! Ennyi gyerekek! 5 HP veszteség. Nem érdemes itt tüzé lőfegyvert használni. Majd biztos érdemes, de aki... Kényeztet a játék, úgy érzi a keeper. Jó tesz. Ezt a tesó. Csak a fej, csak a fej. Jó, semmi problém. Kicsit rohanósak vagyunk, de inkább ezt tudjátok, hogy nevezném? Nem rohanós, hanem... Hú, nem idő volt, valahol volt még egy ajtó. Ja, azt kiütötték, oké. Okay. Itt már voltunk, ugye? Várjál, igaz, itt érdekel, hogy itt át lehet bászni. Oh yeah.
Ott lesznek a nagy cipők. A Nike. Sneakerök. Valaki nyugtalankodik, de leszarom. Ezt a viszont nem tudom minek. Jó, körbejártuk, nem gyerekek? Mondhatni? Itt jöttünk be, akkor arra kéne orientálódni. Ezt ki lehetett nyitni, bazza, ezt a izét? Aha, ott a létrán lehet menni, figyeld. Ki van találva. Itt valahogy. Ennyi volt az értelem? A rongy az mindig kell mindenhez különben. Na nézzük itt, hova jutunk. Lőszer. Jó, eladó cuccok. Szuper, na megyünk. Az a baj, a kintiek ugye megbolondulnak. Mindig ez van itt ezen a helyen, sajnos. Sikerült. Ja, mert ugye... itt Wastelanden... van sok a zombi. Na, de várj, már el kell menni. Mert arra még mindig nem jöttem rá. Na, merre? És hová komolyan, most elvesztel egy picit. Merre kell menni, gyerekek? Hát itt se lehet sem erre. Ó, ablakon ki. Ablakon ki. És akkor így kerülünk ki a kerbe. Itt azt a levél, jó sokan lesznek. Hogy ne? Á, ott, nem, oda, ott, szerintem. Ott. Aha. Ez lesz a... ez lesz a jó hely. Van itt valaki? Kondigárem? Sehol senki? Az a durva, hogy ugye ez a robot most, vagy ez a drón, folyamatosan tölti a stabilákat, így konkrétan mindig maxon van. Tehát ez nagyon kell a kalapácshoz, mert ugye folyamatosan zabálja ez a kalapács a stabilát. Néha azért kellett hátrálnom, hogy nehogy amiatt beféleljek, de most brutál jó lett. Ez azért tud sövözni, na. Úristen, ez, és az ilyen rádióaktív, ha rávész még utána is. Jézus Mária, ez durva volt. Jó. Gyerekek, ott jöttünk be, és már megint be az a trükkös Péter van. De lehet, hogy csak ide ezért kellett bejönni, és nincs is itt több más. Már itt, arra nem. Nem akarok szétverni a ajtókat, mert mert így az, igazából mindig van egy olyan útvonal, ami... Mi? Perifériámban megláttam, jön a csávó, de majd ráverek azért. Ezt mögülem nem tudom, hogy érkezett meg, de jó van. Jó kis könyvek. M60-as machine gun tudnék már csinálni izét. Négyeset, halljátok gyerekek. Csak már nincs rá szükségünk, az a durva. Az igen, az ajtó mögött. Ha viszont nem fejre ütsz azért, akkor tudnak érdekes dolgokat csinálni ezek. Jó, dinamikusan toljuk, nem? Remélem nem probléma.
Most valahogy így rájöttem erre a, nem is tudom milyen stílusra, ilyen Diego Bolon stílusra. Nincs a szinten még más, megnéztünk mindent. Master, we are not alone. Gyorsan megnézem, hogy nem hagytam el valamit. Ugye ott jöttünk be, ezeket kilutoltuk. Kilutoltuk, végigmentünk, itt kilutoltuk, balra vagy jobbra, balra nem lehet menni, akkor mehetünk tovább. És merre gondolom, fölfele, nem? Vagy lefele? Volt még valami lefele? Szerintem fölfele. De majd megnézzük, hogy hol. De figyelj, lefele van egy kapcsoló. Megnézem azt a lefele útvonalat. Hogy nem, hogy benny... Ja, a kijárat. Vagy valami olyasmi. Á, itt voltunk. Jó van, itt voltunk. Csak most jó megszapadtam magam, mert nem fogok tudni. Felugrani. Nincsen itt olyan fám, nincs nálam fa. Egy darab fa van nálam. Ej, akkor menjek fűszt körbe. Egyáltalán hogy jöttem már? Ja, így jöttem föl. Figyelj, ott egy zombi, lol, létre tetején. Szülye. Na, hogy is volt, gyerekek? Emlékezzünk, itt átugrottunk. Valahol kimentünk az ablakon, azt hiszem. Nem tudom melyik helyiségbe, itt valahol ki kellett menni egy ablakon. Ott. Át balra. Oké. Okay. És akkor itt is vagyunk. Na megint bele kell... Ja, itt is ki kell menni valami ablakon? Várja, itt. Ááá! Egyébként ezeken ki vannak találva, mi? És akkor most megjöttünk ugyanoda. És akkor ugye most már fölfele kéne mennünk. Oké. Okay. Ezeken komolyan mondom, kell tájékozódni, mert itten csúnya világban. Na, itt az millióan jönnek, az biztos. Faszokok! Ó, beszorítottak, nem volt jó. El is törték a térdecskébet. Ej, gyerekek! Meg kell ide is. Pillanat. Ready for duty. Jó, egy kutya meg ott maradt, lol. Jó, annyira nem volt veszélyes, de egy kicsit hirtelen meglepő volt. Nem voltam boldog. Ott meg van egy medve. Valószínű, itt kell lemenni, de még itt valakit nyugtalankodnak. De az lehet, hogy alattam. Megnézzük, nincs-e valami loot. Gyorsan. Lockpick az szokott ebbe lenni. Vagy pénz, a nők nélek vannak, gyerekek. Ja, ott mentünk az elebb. Aha. Tök jó. Jó, meg ki van találva ez. Itt meg. Nincs semmi, de leszakadás az lesz. Jó, menjünk akkor, amerre kell, nem tökölünk. Szerintem a némber leesett földről. Hallod, kettőt együttéssel. Yeah! Fuck yeah! Ciga lépcső! Eddig repült a csávó, az igen. Uha! Mi történik?
Valahogy föltudtak a levegőbe, gyerekek. Minden bajunk van, vérzünk, meg minden is. Néha történnek az érdekes dolgok. Aminek nem annyira örülök, de azért nagyjából úgy el vagyunk. Egyáltalán nem hiányzik a sörétes lekem, de nagyon nem tetszett. Lutolgassuk azért. Ez az oldal megvan, megyünk először a... Még először megyünk jobbra, utána balra, mondjuk ez most előbbre van ez a bal oldali ajtó. Már meg volt, de egyébként egy kis XP-d ad, úgyhogy semminél jobb. Másra ami úgysem nagyon van szükségünk egyelőre. Jönnek, jó van. A szóba konkrétan ki van égve, de rohadt jól néz ki. Na, készüljünk! Na, megvan ez is. Mossunk kezet, gyerekek, zombi írtás után. Kim volt a tábla. Az a baj, hogy a Kim futkoráztak ilyen random zombik, azok örögnek. Folyamat, meg attól ilyen hülye a zene. Sajnos. Viszont most már... Most már sajnos egyre kevesebb az olyan könyv, amelyik számunkra ilyen használható. Egyébként rohadt laza, nem tudom, nagyon túl laza, nem? Jó, oda kell figyelni, koncentrálni kell, hogy azért nagyon hatalmas nagy hülyeségeket ne csináljon az ember, de nehéznek egyáltalán nem mondható. Ennyi kiírtani egy ilyen szoba zombit. Régebben basszus egy darab zombi, hogy az nagyon szokott minket ütni. Készülök, készülök. Az a baj, a másik irányból jön, meg mi nekünk nem kell menni oda. Megnézzük, mi van ebbe. Ajj! Thank you.
Bejött egy kívülről, bazd, de jó. Az lepett meg hátulról. Jó, onnan betört egy basszus. Ugye ki is a zombi. Azt nem is mutatja a radar. Ez olyan szépen meglepett. Csak néztem egyet, hogy ki üt hátba. Meg kapásból szerintem az is volt, aki így lesérített. A lesérített, van olyan izé? Van olyan magyar szó, lesérítelé? Na merre? Semmi izgalmas, úgyhogy akkor erre. Most már jöhetne a főlud vagy valami, de... Roktár boktár. Master, we are not alone. Nem vagyunk egyedül? Nem mondani. Hát abban soha nem vagyunk egyedül itt be az ebbe a játékba. Ej, azt a rongyot elrakom. Na, pattagy Palkó, gyertek el. Jaj, de a főzőerét fölvettem. Ej, hülye. Hú, hát itt nagyon cigány dolgok lesznek, már most látom. Na. Kicsit asszimilálódjunk a helyzethez. Biztos millióval jönnek. Ja, nem ott. Lecsaptam rá, így gyöntjukat a kogyra. Na, hol vannak ezek a csapok? Mind van egy. Megjöttek a dolgozók, itt ugrálnak le a faszatokat. Ti onnan jöttetek, az előbb még mögöttem nem volt senki, gyerekek. Futóverseny! Kurva élet. Tömegoszlatás. Milyen ilyen vannak, gyerekek? Mi van itt? Hallod, most nézzétek meg, mennyi hulla van lenne a földön, amíg még nem tűnnek el. Oda né. Szerinted ez normális? Most ne haragudjatok meg. Egy ilyen betámadnak, de egyébként ilyen 150 alá nem megy a HP, úgyhogy tök frankó. Ez így tök jó meg van oldva, mondjuk ezt mondjuk betáraszthatnám. Mármint ugye... Ja, hogy itt a fölút. Ennyi volt. Jó, van oké, gyerekek, akkor jöhet a csoki-boki. Meg figyeljetek, ki kéne pakolnom ebbe. Vannak ám itt három kő, meg ilyenek, apám. Meg egy ilyen. Meg ezt se kell. Sok minden megy eladásra, úgyhogy... Halljátok, ilyen nagyon random gagyicot tele vagyok cuccokkal, úgyhogy lesz mit kiszórni, hogyha nem férünk el. Na, bevettük a csocsit, akkor nézzük, hogy mi a helyzet. Mi van? Mi ez a paravár? Na! Hajrá! Hát, ami érdekes lehet az a ládákba, nagyon nem látok semmi olyat. Eddig nem jó, de itt a nagy láda még. Shotgun messiásos ládába végig lehet valami. Mennyi itt a izzünk? Loot stage-ünk? 309, azt a betyár. Hát, pénz az lesz. Ott volt egy crossbow. Inkább adjál nekem egy izőt, egy mézet. Jó kis könyvek voltak, jó félék. Na, jön a nagy. Együnk egy izé egy ilyen csocsit. Már csak 13 darab izeim van. Minek nevezik el. Szerintem itt voltak eldugva a zombik egyébként. A két oldalt ugye, hogy bejöttél ide, ott voltak beragva. Hogy ne vedd észre őket olyan hamar. Mert ugye bejöttük, berohantunk, az nem volt sehol egy darab sem. Na.
Hát, most annyira nem. Most annyira nem adja. Most annyira nem adja egyébként, tényleg. Van egy hatos taktika, a szót rajta, nem is tudtam. Észre se vettem, hallod? Ez nem kell nekem. Nézzük meg, mi nem kell, mert tényleg vannak ám olyan hülyeségek, mint az állat. A kettő darab műanyag se kell. A sört azt meg amúgy se nem használom, amúgy se nem. Igen, az üzemanyagot kihagyhattam volna a motorba például. Figyelj, I've got a bad feeling about this. 9 darab pénz se kell szerintem. Ebből inkább vegyünk fel mindent. Jó, akkor elvileg mindent felszedtünk, ugye? Főút megvan, küldetés megvan. Úgyhogy mehetünk vissza a traderhöz. Jó, itt mi volt? Ez nyílott ki, és szerintem itt kiárat lesz. Ugye? Ja, hát itt. Hogy is volt ez? Itt jöttünk be valahol, de hol? Hol jöttünk be? Valahol itt. Itt jöttünk be. De ki tudunk menni? Random zombi! Random kígyó! Menjünk a francba! Nem tökörészek gyerekek itt tébbá. Meg kell csinálnunk a bázisunkat, ne vicceljetek! Szevasz! Lol! Tütüt! Medve! Lol! Na, ez egész jó volt. Jó, pörgős, faladós, jó utakat szereztünk, bár... Igen, szereztünk egy hatos assault rifle, de valószínűleg soha érdemben nem fogom használni már azt a fegyvert. Mert minek? Úgyhogy ezeket mind eladásra tök jó lenne elnyomni. Várjál, megnézek egy ilyet még, szóval megy a looter kajánk is. Jó, úgyhogy még ment a kaján, mondom, akkor lootoljunk. De hát már lassan maxim van minden izaink, minden skillünk is. Mármint ilyen könyv alapi. Betettem ott a kanyarba, rendesen odaverte ki a izé. És aztán jó kell, nekem eljönnöm erre, mentem volna az úton, annyi eszem nem volt. Mehetek izébe. Beton dzsungel. Alváz mosás meg volt. Az a baj, nappal én nem látok ilyen zombi medvéket, csak éjjel. Éjjel egyébként tök érdemes lenne azokat farmolni, mert iszonyat brutál cuccok vannak rajta. No, nappal ilyen izék, ezek a normálok vannak, normálos medvék. Itt meg itt egy katonai bázis, hallod? Ja, normálos medve vagy, csak nappa. Na, közben lekraftolódott a garázskapu, úgyhogy ezt meg tudjuk nézni. Nye, mész innen. Meg kell nézni, nem tudok más járműveket kraftolni, aztán akkor így a garázsba szépen berakosgatnám őket, csak az a baj, mindig fölborulnak. Ja. Jé, megjött a Family Frostos autó. Amint ugye a faluban most hallom, hogy nyekereg. Jói. Külszíri fejtésem, szét van turva itt a föld. A rossz sem nem ette meg. Persze. Na jó. Úgy van. Na. Akkor gyerek így. Ja, neki kéne kezdeni egyébként építkezni. A motorban azt hiszem nincs is semmi, csak a... Az olyan helyeken, ami nekünk jó. Ja, elég jó megúsztuk. Néha leverték a lábunkat, meg egy-két dolog érzésbe miatt, de... Hát megmondom őszintén, hogy kezd amiatt túl könnyű lenni a játék, mivel mi a rohadt erősek vagyunk. Ammo box. Egyébként az ammo box lehet úgy kell volna, hogy még egyet ide fölé. Úgyhogy ezeket lehet úgy fogom elrendezni. Várjál, ebben is van szerintem ammo. Most figyelj, kiveszem az összes ammót, csak azért, hogy egy helyen legyen, azt akkor annyit osztok le, amennyit akarok, tudod. Úristen, hát ebben nem kell már raknom, viszont tudod, akkor egy ládát kraftoljunk már le. Hol van a fa? Berakok még egy ládát ide, ammó kettő. Mondjuk, sörétes ammó, oké?
Legyen a sörétes abból itt, és akkor majd vigyá átrendezzük, aztán akkor mégis úgy valami van, csak először szerintem érdemesebb lenne kiszórni minden. Fú, bazd mennyi kacatom van, te édes Istenem. Na, vannak weaponok is. Ezeket egyébként tök el lehetne, hogy figyelj, hatos weapon hegyek. Nincsen több weapon. Gyógyszer. Viszont igen, itt a gyógyszerben valószínűleg fogunk árusítani dolgokat. Nincs több gyógyszer? Nincs. Van egy csomó mod. Ja. Hol vannak a modok? Ja. Amire megszokom, arra átrendezem. Mi itt a dolgokat? Azt meg kell tanulni. Ott van sörét. Nincs több mód. Nincs. Sörétes ammó. És akkor azt csináljuk, hogy az ammóból kiszedjük a sörétet. És csak a sörétesbe. Ez mennyire? 330-ért megvesz egy pakkot. De ugye akarok használni a tetőn védelmi berendezéseket. Úgyhogy arra jó lesz ám ez. Fú, külön kell 9 mm-es mindenért, úgy érzem már itt. Kettő, három darab küldetést csináltok és egy lőszerünk lett. Mert volt, amikor kérdeztétek, hogy honnan a francban van nekem ennyi. Az a baj, ez a dark. Fú, te Isten. Ez több, mint durva. És ott van kettő ilyen is megint. Ből van már négy darabunk. Ez is elvileg weaponnek számít, ez valami trap. Ami leszeri az ellenfeleket, ugye? Külön kellene egy elektromos cuccoknak, különben. De az se ártana, ó, de mi van itt? Na jó, ezeket meg magamhoz veszem. Megvan a garázskapunk. Azzal kellene valamit okoskodni, hogy ezt hogy tudom lerakni. Úgyhogy ezt mindjárt megnézzük. Ja, meg itt is van még üzelőszer. Meg ott a rongy. Jó, mindegy. Nézzük, hogy akkor mit tudnánk kihozni itt a dolgokban. Még egy-két dolog van nálunk, annyi baj legyen. Mondjuk ezt az árbor, ezt a csizmát, ezt kirakom. Jó. Na, ebbe, neked már nincs nálad semmi? Jaj, Istenem! Úristen! Na. Weapon. Na, ja, van bőven mindenből is. Oké, nincs semmi gond. Csináljuk. Ezt meg kell nézni, hogy ez hogy működik. Aha, az jó. És ezt tudom rakni valahova. És arra van nyitva. És ezt nem tudom elforgatni más irány. Mi ez? Tudom, hogy zöldbe tudom meg ilyen. De ezt nem lehet elforgatni, dikaz. Csak így. De ez egy szomorú dolog, nem? Srácok, viszont ez a ekkora bejárat, ez bőven elég is lenne. És akkor mondjuk azt úgy raknánk, hogy valahova így. Így valahogy. Úgyhogy akkor maradna ott kettő blokk. Rakjuk le a blokkokat. 60 darab van. Kopizzuk le ezt. És akkor tudunk így viszonyítani egy-kettő. Ez meg mekkora helyet foglal? Így, és akkor szerintem ez körülbelül középen lenne, nem?
Nem, egy blokk legyen ott. Várja. Hát középen semmiképp nem lesz, akkor inkább az legyen, hogy kettő blokknyi, és ez foglal, úgy láttam, hármat, ugye? Három blokk széles. De félek egy picit, hogy ez nem egy kicsi, hallod? Ezt nem tudja megvenni, mennyire venni meg a izé, semennyire baza. Nekem ez kicsinek tűnik, de remélem, hogy ez kinyillik. Ha figyeljetek, lehet, hogy azt csinálom lerakom, és kipróbáljuk. Aha. Ez jó, mert ehhez nem kell izé. Ehhez nem kell. Várj, a szerszámaim viszont azok meg kellenek. Kell nekem az auger, kell nekem ez. Hát vigyük el ezt is, hát ha jó. Oké. Okay. Le kell bontanom most. Mányi! 15 ezer! Hülye vagy! Gyerekek, ezt ne rakjátok rossz helyre, mert vége a bulidák. Viszont lehet, hogy kellene csinálnom, nem tudom, nem tudném fölvenni a kül. Van kövem? Van. Kellene csinálnom egy. Crane blokkot, hogy ezt nem tudom, nem lehet fölvenni. Meg amúgy is nem ártana egy crane blokkot csinálnom már. Azért ide. És azt a claim blokkot mondjuk beraknánk, hát nem tudom, hova rakja, nem szeretem egyébként, hogy ez így látszik, vagy nem tudom. Ez elég hülye hangzik, ez, hogy nem szeretem, hogy látszik, de tényleg nem szeretem, hogy látszik. Úgyhogy... Ugye megoldom, hogy ne látszon. Komolyan, kitaláltam, hogy hogy lesz megoldó, hogy ne látszon. Itt nem tudok átugrani. Gondoljátok, de hülye vagyok, hát most miért ne látszhatna? De, mert nem szeretem, tényleg. Fuhú! Rohadtul irritáló, nekem, jaj, ne itt ugorjak le, hanem itt. Ja, megnézzük. Na, ennek, jaj. Meg valahol örülök, mert mindjárt kipróbáljuk a izét. Csigabiga lépcsőnket, hogy ezek följönnek el, jó? A gyerekek följönnek? Ugye most le tudjuk tesztelni. Úgyhogy örülök neki, hogy jönnek. Nem baj, hogy szétverik, azt se érdekel, csak az, hogy tudjunk tesztelni valamennyire. Na, igen. Ha jön. Hogy ne jönnének, oda nézzé. Föl is jött, ott a csávó. De miért? Miért nem hozzám jön ide? De egyébként följönnek ezek gyerekek, ott jönnek sorba. Á, nem, ezek belebonyolódnak itt a dolgokba, gyerekek. Ez nekem nem lesz jó. Igazatok van. Úgyhogy ezt ki kell cserélnem normál lépcsőre, mert úgy látom, hogy ezek itt rendesen belekeverednek. Ugye rendet teszek ám. Aha. Ja, ez nem jó. Nem jó megoldás. Tudod, ezt ki is ütöttek kettő blokkot, mint a szart. Jó. Ezt ki kell cserélnünk még a zombi horda előtt. Nem jó megoldás, nagyon szar megoldás, túl-e kár, úgy nem örülök neki, de hát ezt el kell bontani, ezt a középső részt, és valamit ki kell találni helyette. Miért jöttünk le egyébként, gyerekek? Ja, a claim blokkot akartam elhelyezni, azt a betyár, de egyébként ez nagyon szopás így. De kár, hogy nem lehet ezt izélni. Nem lehet hoztálni. Nem szeretik a zombik. Úgyhogy egy rendes izért kell csinálnom, egy lépcsőt, amilyen volt ezelőtt, de annyi lesz a lényege, hogy nyitott lesz. Nyitott lesz a lépcső. Oké? Okay? Úgyhogy ez biztos, hogy úgy fog megvalósulni. Na, ezt hova az anyámba rakjam el? Ahol nem zavar engem.
És még így benne van a izér? Benne van a... Biztos. Jó. Talán az majd még jó így. Nagyon jó ez az ugra-bugra is. Na, szuper. Ez van, gyerekek. Most talán föl tudom venni, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy akkor szívás lesz. Egyébként az augerbe lehet, hogy kellene rakni valami modot. Nem tudom ezt felvenni, rohadtul. Nézzük meg, milyen modok vannak az auger, dobjunk valamit bele. Ez mi ez? Stone-os. Meg ez meg azt hiszem, hogy ez még milyen. Ez a kettő kellene bele. Nem tudom, hogy lehet egyébként el. Aha, lehet. Jó. Hát ez akkor így egy barátibb lesz. Meg akkor nyomunk egy javítást, aztán nekiállunk. Meg kellene az üzemanyag nálam van? Nálam van. Jó. Ez sajnos fail. Jó, ez fail. Ennél nagyobb varázskapu kellene, 15 ezres, úgyhogy rohadtul kellene vele vigyázni. Úgyhogy ugratnunk kell, vagy nem tudom, hogy tudom megoldani. Vagy pedig közben van ez a dupla door. Dupla door. Valami ilyesmi, hogy ez nem tudom, nem lenne jó. Iron garage door. Hogy melyik, mit tudnék használni úgy, mint egy ilyen. Egy ilyet nem tudom, ezt nem lehet elfektetni, az a baj, ezeket csinálom így agyba főbe. Aztán csak vesztem az alapanyagot, tudod. Egy, igazából egy sima bútorral kraftoljunk le egyet, aztán kiderül, hogy lehet-e fektetni, de lehet, hogy nem lehet ezeket már. Istennek legyen hála. Nézzük meg ezt. Vagy lehet-e valamennyi módosítani, de szerintem ezeken grottó nem lehet. Várjál. Ahol ne lehet. Vannak olyan ajtók, amiket lehet. És akkor ugye ezt tudnád csinálni, vagy használni arra, hogy följuss el. Tehát akkor van ez a dupla door, ezt is valószínűleg tudnád. És van ez az iron dupla door. De mondjuk szerintem ezt a... Meg ez az Iron garázs ajtó, amelyiket talán, ha mázling van, tudjuk forgatni. Úgyhogy meg kéne próbálni egy ilyet. Akkor biztos, hogy ezt a rólaposokat, ezeket nem lehet, de hát ebbe talán bízhatunk, hogy ezt lehet. Ha nem, akkor ezzel is nagyon becsicskulunk, beszopunk. Az a baj, hogy az alapanyag megy, érted? Én ezt nem örülök. És várjál, szervetlen kraftban lehet van még rugó. Van, és akkor szervetlen kraftban van még ilyen. Jó, hát lekraftoljuk, ez van. Ugye ez három széles. Jó, 3 percig csinálja. Igen. Viszont egy fölnyíló ajtó, egy 5x4-es, azt lehet, hogy csinálnék. És akkor az 3-as az pont belefér, vagy egy 3x3-asat roll upot, vagy egy 3x2-es, elég egy 3x3-as nincsen olyan, de van 3x3-as. Olyan volt az előbb is, tudom. Vagy egy 5x4-es, hát az 5x4-es már nem fér el, mert ugye blokk magasságunk 1, 2, 3, tehát három fér el, három magas.
Úgyhogy a 3x3-as. Nem tudom, hogy az autó befér-e a 3x3-asom. Az 5x4-es az kurva nagy. Hát nem tudom, jó, majd kiderül, nem tudom. Nem azt akartam, hogy 3x3-asat megint kell csinálnunk. Úgyhogy az lehet, mert ajtó az mindenképp jó lesz. Na. Igen, ezt egy ilyet. Egy ilyet lekraftolok mindenképp. Oké. Ki kellene vésnünk, ezt meg leszkrepelebb, mert nem kellem, csak tesztek volt. Hát remélem, hogy tudom használni. Figyeljetek, amíg lekraftolják ezeket az ajtókat, addig belevagyjuk a küldetést, jó? Ledobjuk a küldit addig, aztán megcsináljuk ezeket az ajtókat. Éjszaka meg elmegyek izért vadászni. Mindenféle zombi cuccokra, és lehet, hogy valami looter csokival lenne jó azt megfejelni. De rohadtul, ja. Jailbreakert megvesszük, ha más nem, és itt van a looter is, úgyhogy tökéletes. A jailbreaker is mehet ide. Oké. Okay. Na, mi a tökömet vegyek már? Már Legendary Parts annyi van, mint a sár, meg mindig adja, úgyhogy lehet, hogy nem is fogom én itt ezt megvenni. Úgy gyerekek, ez folyamat adja ezeket a hatosokat, de jó, jó az nekem, semmi gond. Jó, de lehet, hogy egyen jobban jártam. Ez már majdnem százas. Oké, nincs esetleg valami eladó cucca? Ami nekem jó lenne, bármi, igazán mennyi, 11 ezer pénz van nálam. Mert igazából tökére, mármint töménytelen mennyiségű pénzünk van, gyerekek. Ami értelmes, meg úgy bármikor így kell, azt lehet, hogy meg fogom venni. Steel, figyeld. Várjál, benyomunk egy ilyet is. Figyelj, megveszek minden ilyen hülyeséget, mert nekem ezek tök jó, hogy vannak, nem kell... Nem kell lecraftolni, 21, izé... Javítókészlet mennyibe kerül? Hú, az mondjuk jó drága. Mert tényleg van annyi pénzük, meg ha eladok mindent, akkor még több lesz. Hát fel 3 ér, azt is megvettem. Tök jó. Most mosdó. Marha jó. Bútoroknál nincs valami izgalmas. Cooler. Ja, nincs, nem nagyon van. Oké, okay. Jó van. Mehetünk is. Köszönöm szépen az üzletet, lett néhány dolgunk, igaz, hogy nem egy annyira egetrengetően fontosak, de például ez acél, meg ilyenek, azok nekem jól jönnek. Na, akkor ezt megcsináltuk. Talán lassan lekraftolódnak azok az ajtók, és akkor meg kell csinálnunk, ki kell, először meg kell néznünk, hogy mekkora széles az ajtó, utána azt kell csinálni, hogy... ki kell vágni azt a lyukat, meg kell próbálni, hogy tudjuk-e hídnak használni, mert az lenne a tuti, mert akkor ugye nem kéne ugratni. Úgyhogy az trankó lenne. Na, megvan ez az ajtó. Ennek ez nagyon fontos, hogyha ezt tudjuk fektetve rakni, akkor kurva jó dolgunk van. És szerintem tudjuk. Akkor fasz a gyerekek. Csak nem látok belőle semmit se. Aha, tudjuk fektetve. Látod? És akkor ezt tudod használni, mint híd. És ez milyen hány blokk széles? Gyerekek, nem látom. Ez szerintem 3 blokk széles, ugye? Tehát akkor 3 blokk széles lesz a hídunk. Meg, ugye ezt is azt hiszem, hogy 3-asat csinálok. Nem nyomom meg. Azt hiszem, ugye 3-asat csináltunk. 3x3-as. Akkor tökéletes, akkor egy 3x3-as lyukat ki kéne vágni.
Augárnál. És akkor úgy beszéltük, ugye megjelölem, hogy kb. Hol lesz. 1, 2, 3. Szerintem itt lenne jó, és akkor ugye kapásból ide érkezünk be. Ugye 3x3-asat kivágunk. És meg kell nézni, hogy tudjuk-e, mi a fasz, tudjuk-e használni hídnak azt a valamit, tehát rá lehet-e állni. Ez a legfontosabb. Egy nagy garázs felirat, akármi, majd kicsit földobjuk a helyet. Jó, akkor ez három, meg akkor három magas. Reméljük nem szakad le semmi. Jó, hogy van ez az auger, nem kell kopácsolni. Hát már teljesen gépiesítve vagyunk, mindenből majdnem, hogy a legjobban. Jó, oké, hogy a hatos a legjobb, meg mit tudom én, de... ez nem olyan rossz ez. És ez az utolsó. Pont kitart az üzemanyag, jaj, de jó, oké. Okay. Hozzuk a másik izét is, vagy nem azt kéne kirakni, hanem valamit. Hozzuk a másik ajtót is. Elkészült, ugye? És akkor bepróbáljuk, hogy elvileg a lyukba stimmel jön. Aha, stimmel. Ezt nem tudom, hogy mi az a külseje, azt akarja mutatni? Ez meg a belseje, így van kifele, ugye? De miért lila a bazza? És meg miért a zöld? Ezt nem tudom megérteni. Olyan. Szerintem ez így van. Ez a belseje. Jó, választan. Ja, az a belseje. Oké. Okay. Amit ki kell próbálnunk, hogy tudom fektetve rakni ide, és rá tudok-e állni ezt a valamint. Úgyhogy azt most így meg kéne próbálnunk kimenni ide. Egyelőre, az a terv. Így, és akkor azt fölveszem. A faszodat jesztegetett testvérem. Ezt meg kéne próbálni ide bevigyeszteni, úgyhogy fektetve. Hozzá. El kéne távolodnom még jobban, hogy lássak. Fúj a szél. Na ma. Megint, ilyen mondjuk ide, jöre, kitöröm a nyakamat. Ugye a bálárások akkor nem töröm ki, úgyhogy lehet, hogy nem kéne leesni. De jó. Na nézzük akkor. Ezt kellene valahogy ide fölvigyeszteni, de hogy hogyan, azt még magam se tudom. My senses have picked up something. Az hiányzott nekem, ott egy madár. Remélem kiüti alól ezt a szar. Ja, nem tudom, hogy ez hogy lehetne. Szerintem nem így, hanem így. Aha. Nem jó. Mellé akarod be az, miért nem rakja mellé? Miért nem rakod be mellé? Miért nem rakja mellé? Így. Ez piros. Ezt mondjuk egy kicsit ilyen trükkös dolog, úgyhogy nem tudom, nem tetszik neki. Ugye bazzeg, így annyira nehéz dolgozni gyerekek, lehet, hogy azt kére, hogy inkább fölpakolok magam alá majd onnan messzibről, mert hát ez neki semmi értelme, nagyon szopás az egész így pakolgatni a dolgokat. Ja, föl kell jönnöm, mert hát így egy nyögvenyelő szar. Jó, lemegyünk azt a föl. Van nálam fa? Van. Subidubi, szuper. És akkor itt föl megyek mindjárt. Talán jobban látok. Ugye, mondjuk milyen távol. Így. Egy kicsit jobban átlátom a dolgokat szerintem.
Lehet, hogy kell alá raknom, vagy nem tudom bazza, hogy ezt hogy tudom megoldani. Nyugodjál meg, itt van ez a hülye madár. Na, megvan orva. Ja, minden most már egy kicsit jobban látok. Na, egyen följebb kellene. Csak az a nagy problém szerintem ebbe, hogy ide nem ilyen blokkot kell volna raknom, látod? Hanem másik fajtát. Szerintem ez a gond vele. Ujjaj. Szerintem itt ez lesz a gond. Úgyhogy ezt a három blokkot ezt ki kéne vennünk. Cobblestone-t ezt fogadjuk, nem hoztam. Ide ilyen lapos blokkot kellene. Vagy pedig lehet, hogy be kéne ereszteni oda. Mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz akkor, hogyha én ezt kiveszem. Hát ez jó, ez nem a rendeltetésszerű használom a dolgokat. Na, ez valami hasonló, de még egyen följebb kellene, ugye? Egyen följebb kellene, csak oda meg nem fogja engedni, bazd meg. Aha. Mert mindenképp kell blokk neki, ami neki rakod. Ezt most nem értem egyébként, hogy miért így. Miért nem tudom egyre följebb? Ide rakok három ilyen blokkot. Ennek neki engedi? Jaj, ne. Ja, nem ez. Nem engedi egyen följebb, pedig nekem egyen följebb kellene. Fuf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 
projekt. Egy dologba gondolkozok, amivel működtethetném, hogyha ide raknék ilyeneket, és ennek rakom neki. Aha, ez jó lehet. Ez nem tudom, hogy fog leszakadni, lerakom. Nem, nem. Jó a megoldás, majdnem. Jó, várjátok, be kéne venni cobblestone blokkért. Jó a megoldás, majdnem. Kell cobblestone blokk nekem, bocsánat. Bocs. Fel kéne upgrade-elnem. Ezt a sort. Nehogy leszakadjon, csak azért. Nem tudom, hogy nem-e szakad le. Mit műveltem? Van egy ötletem, lehet, hogy az kellene, hogy inkább fölülről látom a dolgokat, mert ez így eléggé necces. Tényleg ezt nem akarom nagyon elcseszni, bocs, hogy itt a tökörészési van. Na! Aha. Most beengedi oda rakni, látod? Oda. Én szerintem a zombik nem tudnának átjönni rajta, bár csak egy blokknyi szélesség, ugye? Az a baj, hogy egy... Hát ez nem 3x3-asnak írt ezt a szart? Egy 3x2-es. Nem olyan rossz, de még mindig nem tökéletes. Ja, egy ilyenbe gondolkodnék, hogy így. És akkor ott érne a garázsajtó. És ugye ez, hogy ki... Ez merre nyílik, bazd? Ez lehet, hogy lefele nyílik. De ki tud nyílni? Ja nem, ez fölfele fog nyílni. Azért van neki ez a... kockája szerintem. Jó, hát megpróbáljuk, gyerekek, mert ez így... Valamit kéne is csinálni.
Na, figyeljetek, lerakom. Aztán valami lesz. Bassza meg. Lol. Element. Hát ez szomorú. Bazzeg, hogy rölkedtetek, amikor leesett. Bazzeg. Ez így... Nem tudom, hogy kell megoldani, de ez így nem frankó. Ez így marhára nem frankó. Ez nem tetszik ez a koncepció. Jó, várja, legalább valamit alkossunk. Ez így jó. Ez így jó. Jó, ez legalább jó, Waller. Ez egyszer jó. Megpróbáljuk az ugratást. Megpróbáljuk az ugratást, mert nagyon sok időt elcseszek. Melyik sor megy le? Aha, egyel odébb lévő. Megpróbáljuk az ugratásos dolgot, mert úgy látom, melyik sor megy teljesen le? Ah, az. Na hát az izé, az ment a levesbe az a garázskapu. Ez szomorú. Egyébként egy fa ajtóval is tudnék próbálkozni. Jaj, de kár. Jaj, de kár! Annyira bánom ezt az egészet. Figyelj, mekkora volt az a garázskapu, amit lecraftoltam? Jó, de 3x2-es, ugye? Mondom, majd tudok egy ilyen dupla ajtót csinálni. Aztán ezzel tudnék próbálkozni, de... Az ugratás, megmondom őszintén, annyira nem vagyok kibékülve az ugratásos dologgal, meg nem tudom, mennyire fog működni. Viszont marha jó, nekem tetszik, hogy így itt van, meg ez tök jó, minden jó eddig. A baj, ha az ugratás nem működik, akkor meg leesek. Kurva ajtó! Rohadt ajtó, gyerekek! Rohadt ajtó! És az meg így működik, bazza. Mert ezt ugye lerakod a talajra. De ilyen nincsen 3 szélesbe. De viszont ez jó, erre rá tudok állni vajon? Viszont van 3x2-es iron garázsajtó. De ilyet csináltam, nem? Olyat csináltam. Erre rá tudok állni? Erre rá tudok állni. És ezt fel lehet upgrade-elni is. Úgyhogy ez nem rossz. Jó, egyelőre akkor marad ez. És viszont akkor meg kéne építenünk a többiről ezt. Hát building blockból először, aztán valami lesz. Jó, gyerekek, bocs, hogy itt a tökölés lesz. Meg ki kell próbálni, hogy milyen meredekséggel tud fölmenni mondjuk a motor. Ugye 45 fokon föl tud-e venni. Szerintem egy 400 darabot craftoljunk ebből le simán. Meg a, elrakom a láncfűrészemet. Ja, van rakva a láncfűrészem. Oké. Okay. Na. Építkezési lesz. A motort ki kell próbálni, milyen rampán tud fölmenni. Mindenképp. Úgyhogy ez az első. Megpróbáljuk a 45 fokkal. Remélem, hogy a 45 fokon föl tud menni. Várja. Na. Gyerekek, teszt példány lesz. Hát ez lehet, hogy egy kicsit meredek nekem, nem? Gyerekek. Mindjárt kiderül. Főleg ugye hosszú távon kellene ezt kideríteni. Na mindjárt. Na, elég ennyi nekem, nem? Tesztnek. Nézzük, próbáljuk meg úgy, hogy nem lendületből, hanem csak ilyen...
Ez nem jó. Ez több, mint szar, gyerekek. Úgyhogy teszt, újabb teszt következik. Hát ez szopás, gyerekek, ez szopás. Jaj, ne! Nyugodj meg! Ugye jön a sikítós zombi. Mondtátok, hogy csinálják azt, hogy összeborítok valamit, aztán arra nagyon jönnek. Ja, hát ez így most kaki, több mint kaki. Ez egy jóval bonyolultabb művelet lesz, mivel ugye a 60-as kellene, csak ugye a 60-asnak van egy problémája, mindjárt meg fogjátok látni, hogy mi az. Az, hogy ahhoz, azt ugye nem tudod rakni így, hanem ahhoz kell egy következő oldal, egy ilyen csonka 60-asnak kell lennie valahogy. Ne kérdezzétek, hogy. Azt hiszem, hogy ez lesz a 60-asnak a másikja. Oké. És akkor ezt így tudod, hogy ezt így váltogatod. Ugye most majd jön egy egész blokk, úgyhogy ehhez háromfajta blokkra van szükség. Szükség van egy kockára, egy 60-as ilyenre és egy 60-as olyanra. Na, ezt megpróbáljuk. Szerintem a 60-ason simán fölmegy. Ugye ezt így tudod építeni folyamatba. Szóval nem olyan bonyolult, nincsen vele nagy probléma. De jó hosszú lesz, basszus. Megint ugye lendület nélkül megpróbáljuk. Hát ez laza, ez simán fölmegy. Az igen? Jó van. Sikerült. Na, hát akkor ez így egy noppant érdekes módszer fog lenni, vagy nem tudom, hogy fog ez megoldódni. Igen, nézzük meg, hogy ez hogy van. De szerintem valahol itt kellene elkezdenünk. Ugye egy, kettő, egy, kettő, egy blokk, kettő blokk, 3 blokk, 4 blokk, 5 blokk. 5 blokkra innen 1, 2, 3, 4, 5. És szerintem ez itt fog jó lenni. Figyeljetek, ezt megint úgy fogjuk csinálni, hogy megépíti a keeper gameplaybe. Azt felfogjuk, felupgrade-elem én, jó? Vagy igazán már nem is tudom, az mennyire kéne. Mondjuk azért jó lenne felupgrade-elni. Megcsináljuk ezt az első részt. Oszlopokon fog nyilván nyugodni, nem izé lesz. Nem az lesz, hogy ilyen tömör lesz az egész. Azt gondolom, azt sejtettétek. És akkor így. Innen kellene indulni majd. Ugye, ilyen blokkal. De először, hát ezt hozzá, hogy fogom én megoldani, hogy ezt építem is, meg minden. Annyira nem lesz ez bonyolult szerintem. Ugye így. És akkor ugye jön egy ilyen blokk. Ezt is át kell fordítani. Miért nem engedi ide renni? Miért nem engedi ide renni? Meg ide lehetne rakni, de miért? Ja, mert itt állok, bazd meg. Oké, amúgy... Ja, hát ezt így kell építeni. Bázza, mibe fogtam bele? Mibe fogtam bele, gyerekek? Mibe fogtam bele? Nem tudom, hány blokkonként kellene oszlopot rakni. De ezt jól eltaláltuk, ugye, hogy pont közepén van annak. Az úgy tökéletes. Nem tudom, hány blokkonként kellene sort építeni. Várja, ki kell próbálni, hogy mennyit bír? Mennyi az átfedése? Aha, ennyi az átfedése, tehát akkor pontosan, gyerekek, ide mondjuk lesz egy izé. És akkor kiszámoljuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 köznyire legyen, jó? 7 köz lesz. És akkor mindig 7 közönként lesz egy izé.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Így a tökéletes. Én úgy gondolom. Mert elvileg így. Így nem borul le. My senses have picked up something. Nincs meg a sátrad, haver! Mit csinálsz itt? Ja, ez így lesz jó. Tehát akkor hétenként. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igazából 60 fokos szöget, hogyha tudná az ember hova ér ki, az lenne a fasza, de hát azt itt nem nagyon ki tudod kiszámolni, de szerintem még mindig, igazából abban a pillanatban, amikor rá lehet látnék arra a síkra, akkor lenne vége ugye a rampának, de szerintem itt még bőven kell építeni. Ki lehet számolni, basszus? Azon gondolkozok, ki lehet számolni? Mert igazából annyi az egész, hogy ugye kiszámolni a lejtését, tehát kettő blokkonként lejt egyet, ugye? Kettő blokkonként lejt egyet. Kiszámolod, milyen magasan van, és akkor ugye kétszer olyan távol kell lennie az legelső blokknak, amelyik ugye indul, csak az abban itt a látótávolság is. Igen, mert kettő. Ja, de azért halál fontosan ezt kiszámolni, ezért gratulálok, nem igaz? Jó, valami lesz ám gyerekek, ne aggódjatok. Fankó lesz ez. És akkor a garázsba be tudnék járni. Hát nem tudom, én szeretem az ilyen kihívásokat. Hát legalább egy három sor lesz. Figyeljetek, én megcsinálom a maradékot gameplayen kívül, csak valamit azért haladjunk még, nem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó, hát akkor el kellene kezdeni. Ezt úgy kellene csinálni, hogy akkor megépítjük az oszlopokat, az oszlop magasságokat, viszont itt már azért, na jó, a robotot el kell távolítanom. Great to see you, with pleasure. Ott maradjál, bazze. Ez mi volt? Mit csináltam, bazze? Mi van? Sajta, milyen újság? Építkezünk agyba főbe. Ja, itt már látni fogjuk, hogy kb. Hova jön ki. Az lenne jó, hogyha át is tudnák nyúlni addig. Bár lehet, hogy nem fogok tudni, és akkor tudnám tovább építeni, tudod. Nem fogok tudni mi addig. De kár. Alakul. Oké, és akkor ugye ide jön egy olyan, ide jön egy ilyen. És ide jön egy teljes blokk. Úgy nem olyan bonyolultám. És ide jön egy ilyen. És akkor ugye most raknál már, akkor leszakadna. De mivel úgy fogjuk csinálni, hogy itt össze fogjuk kötigetni. Ilyen, hogy legyen? Ez lehet, hogy elbasztam. Meg arra kéne, hogy tudnám, hogy melyik blokknál vagyunk. Oké, jó. Ha ez már itt leszakad, bazze. Azért, mert ugye többet építesz rá. Ezt aztán mókod ki, hogy ez hogy, kell, hogy jön össze. Ide jönne ugye egy izé, és oda jönne egy ilyen. Szerintem ide jön egy ilyen blokk, ugye? Oké. Okay. És akkor az alá köllene majd egy. Várjál, ide jön egy ilyen blokk. Jó. Akkor ez így egész jó. Egész jó ez a rampánk. Így meg tudnánk határozni, hogy kb. Hova fogunk kérni. Egyszerű. Ezt a síkot követve kb. Oda, és így rá fogunk tudni nézni. Aha, szerintem még egy oszlop körülbelül, még egy oszlop távolság, és akkor megvagyunk. Akkor megvagyunk a izével. Na hát itt, jó, nem itt ugrok le most. Oké, működőképes. Működőképes az elgondolás, a 45 fok az kevés volt ennek a
hogy föl tudjunk jönni, de a 60-as az úgy látom, hogy jó lesz. Az alját nyilván meg kellene csinálni majd szebbre, hogy ne ilyen ocsmány legyen. Oda is kellett volna ugye egy kockablokk, de föl is megyek, mert az nagyon ingatag így. Valamennyire légies legyen azért. És elvileg ugyanaz a lejtés fog lenni, be kell raknunk alulra is majd 60-as blokkokat, tudod, hogy akkor az kövesse le, és akkor ez fog, jól fog kinézni. Na ide kellene nekünk egy blokk, és ez ugye már össze is kötötte a kettőt, és akkor így követődik ez a blokk. Ez a blokk lejtés alulra is, látod? Nem követődik, bazd meg, miért nem követődik? Ja, oda is, meg oda is jó lenne rakni. Oda, meg oda kellene még egyet rakni, de akkor se követődik. Ú, de az elég csúfos lesz. Az alját valahogy ki kell hozni. Az a baj, hogy lehet, hogy ne párosan kellett volna inkább. De párosan van. Hát 8 blokkonként van, ugye? Egy, és van 7 közte, akkor mondjuk pont 9. Ja, lehet, hogy 8 blokkonként elég lett volna. És akkor az jobban kijött volna, jobban nézed volna ki. Ja, ez lesz. Egy, el van csözve az egész, mert nem jön ki a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és akkor ugye az az egy, az a nullás, és akkor az meg a 8., és akkor 8, 7 kell közé. Vagy 6, várja, 1. Nem, 6 kell közé, és akkor párosan 8 blokkonként fog emelkedni. Úgyhogy az lesz a jó. Semmi gond, nem bontjuk ám el. Az a lényeg, hogy akkor 6 legyen a köz. Az úgy jobban kijön. Stabilabb is, sokkal jobban kijön. Semmi gond, mindjárt meg lesz. No probléma, gyerekek. A faszotokat ledurult. Nem baj. Vele számítottunk. Semmi gond? Na probléma, na probléma. No problema. Alá blokk, utána ez, utána ez. Tökéletes, sose lesz. Oké. Az meg, ja jó. Ugye éjszaka lesz, egyre jobb. Ide alá egy ilyen, ide egy ilyen. És ide még egy ilyet is tudunk rakni, és az még mindig nem szakadt le. Várja, meg kell néznem, hol állok. Faszod. Mindig leszakad, bazzer. Ezen állok, ugye? Nem, most hol vagyok? Ja, arra kell építenem. Ja, megvan mind a kettő sor még. Semmi gond! Mindig ezt mondom, semmi gond! Aztán ízleg be vagyok zavarodva teljes mértékben. Igen, ide egy ilyen kell. És akkor ezt már bonthatom le. Ide kell egy ilyen. Jó, belejövünk, akkor már onnan jó lesz ám. És ugye ide kell egy ilyen alá. Na, megyünk le. Jön zombi medve, majd nagyon csapjuk közbe. Csak el ne törje lábunkat. Igen, és oda kellett volna még egy, és akkor így most követi azt nagyjából. Várja. De jó tudnánk repülni bazza, vagy lenne valami jetpack, vagy akármi. Mert igazából ezt tök gyorsan megépítenéd, hogyha nem kellene folyton állványoznod. Ez benne egészben a legnagyobb szopás. Micsoda vihar van? Hát ilyen vihart még nem is láttam. Na, így. És akkor 2, 2, 1. És igazából, hogyha ismétlődik, akkor nem lesz gond. Viszont 60-as blokkal lenne jó megcsinálni az alját is, de a lépcsőzet és az seg az úristen milyen magas. Na akkor próbáljuk meg, hogy 60 közte. 1, 2, 3, 4,
5, 6, és akkor ez lesz nekünk a jó. Ugye? És akkor mehetünk föl, meg akkor talán át is tudjuk hidalni, nem kell trükközni. Szomjasak vagyunk az esőbe. Az lenne jó, hogy ez ilyen rádióaktív eső lenne, és sebződné tőle. Az hiteles lenne. Mindig be kéne menni valami házba. Kicsit ilyen stalker hangulata lenne az egésznek. Na. A hátsó. A stabil. Jelezzük meg, gyerekek, hogy a hátsó stabil. Belár a trader. Kiabálódik. Hátsó, stabil, hátsó. Várjál. Ide most milyen jön? Ilyen jön. És ugye mindig... Baze! Mi volt ez? Nem tört ki a lábam? Jaj, de jó. Lelökött, hallod? Lelökött a izé, baze. Ahogy ugrottam, ugye fölöttem lévő lelökött. Ez egy szajott ciki volt. Ezt képzeljétek, ez a fel-upgrade-elése is egy élmény lesz nekem. És akkor mindig ilyen jön ide, és mindig ilyen blokkal folyt... Na nem, ilyen blokkal folytatódik. Oké. Okay. És ugyanúgy 6 közé. Aha, látjátok, most ilyen rendszer van benne. Mindig ugyanúgy folytatódik körülbelül, hát ide kellene... Nem folytatódik ugyanúgy. Jó, ott rohadjon meg, nem gyerekek? Nem jön ki mindig ugyanúgy, nem értem miért. Pedig a páros, akkor elvileg ki kéne mindig ugyanúgy jönnie. Igazából kettővel osztható, igen, a páros, akkor ki kéne. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ide rakjuk. Oda rakjuk, és én mellé építkezek egyet, hogy tudjak építeni. Azt szerintem ez így barátibb. És az első az oszlop, a második a segéd. Ezt kipróbáljuk ám. Addig tartsatok ki gyerekik. Annyira veszélyes nem lesz szerintem. Ó, hát már milyen magasan vagyunk-e? More. Már egyre alacsonyabbat kell építeni, úgyhogy ez tök jó. Na, most kell nekünk egy olyan, hogy alá blokk. Elvileg ugye? Alá blokk. Kell egy ilyen. Kell egy ilyen. Utána kell egy alá blokk. Kell egy ilyen. És hát ugrunk innen. És itt már itt építkezünk. Kell egy sima. És itt már, az a baj. Hogy. Egy ilyen kell, csak az a gond, hogy alá még kellett volna egy blokk. A kötésre. Úgyhogy itt ezt kivegyük oldalra. Hogy ezt itt be tudjam rakni, látod? Tökéletes. És most meglemegyünk. De ha már egyszer itt vagyunk, rakunk egy ilyen blokkot. Meg egy alá blokkot, mert ugye az jön. Na. Nem lesz ez rossz, gyerekek. Ja, az ismétlődik, utána az. Érdekes, nem tudom, ki kellett volna matekolni jobban, de hát jó, ennyi baj legyen. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ugye? 6 közé. 1, 6, 6 köz. Jó. És akkor ugyanúgy kettőbe megyünk föl. Mi a... Ja, már alig kell menni föl. Úgyhogy tök jó. Jó lesz ez, gyerekek. Nem lesz itt olyan nagy problém. Csak hát ez meló. Ez meló.
Bocs érte egyébként, hogy izébe nyomom videóba, lehet, hogy valakiknek ez nem tetszik, de most az se lenne jó szerintem, hogy hopp, megépült egy ilyen, aztán azt se tudjátok, hogy hogy. Hogy mit szenvedtem, vagy mit nem szenvedtem vele. Alá-blokk, ilyen blokk, és ilyen blokk. És akkor mehetünk egy picit lőjjebb, mert ide már alá-blokk kell. És utána jön egy ilyen, csak. Tökéletes, és így. Kurva jó, gyerekek, és ide viszont milyen blokk jön? Egy ilyen, ugye? Nagyon jó. Ó, már nem is magas, de jó. A hülye gyerek, azért, na. Már megint elrúgtuk a izét, a pöttyöst, mi? Megint elrúgtuk a pöttyöst. Alá majd rakok, mit tudom, 45 fokos blokkokat, vagy nem tudom, igazából úgy lenne jó, ugye, hogyha alul is megépítenéd a 60 fokosat, azt lehet, hogy megcsinálom gameplayen kívül, hogy ne kelljen végignéznetek, ugye. Az a lényeg, hogy azt a vonalat tudnád követni alul is, tehát akkor az úgy jobban néz neki. Hát, gameplayen kívül el leszek, én úgy látom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és akkor a hetedik, ugye? Még egyszer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jó. És akkor ugyanúgy. Ez a szerelő, oszlop, az meg már a kész. Kis Minecraft. Hú, már nagyon magasra jöttük, hülye vagy. Bazza, már nagyon durva. Nagyon haladási van. És ide kell, és most kell ugye megerősíteni megint oldalról. Ez az, jaj, várjál, nem jó. Mert ide nem jó blokkot raktam. Ezt meg kiveltem, jó. Így, és meg kell erősíteni oldalról. Ez az, ez az, ez az, ez az. És ide jön megint, ugye, a ez. És jöhet az még egy kocka erősítésnek. Perfect, gyerekek, jaj! Mindjárt kéz van, azt a betyár! Lesz egy ilyen több száz méteres rampa. Másik oldalt lett volna jó még egy, hogy akkor kivezetés. Egyszerre be lehetett volna venni meg ki. De hát ugye az sajnos nem megvalósítható. Azért nem megvalósítható, mert ugye ott a trader. Úgyhogy ha előbb gondolkozok, akkor valahogy máshogy rendezem el. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na bazza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De jó, mi a? Valami van ott, bazd meg. 1, 2, 3, 4, 5. Akkor még egy előbb. Sétálgatnak a zombik. Csak nehogy most megjönjen egy, ott egy rendőr zombi, hát azt ki kéne írnom, mert ez köp egyet, azt akkor leborítja itt ezt a szart. Rendes volt, előbb is felém nézték össz. Úgy köpött le, hogy nem felém nézett. Nagyon aranyos. Na, ezt itt jó csináltuk? És akkor mögé egy. Jó, ide jó, a habos sütevény. Ha innen már leesek, az se baj. Na, csak újra kell mennem, bazza most. Úgyhogy ne hülyéskedjük el. Ja, megcsinálni az alját majd, az a nem lesz probléma. Annyit ki akarok próbálni, hogy tényleg fel tudunk-e menni. Hát tudunk-e menni az ajtón, kinyílik-e az ajtó. Ezek a jaj, bazd, de nem jó helyen vagyunk, hallod. Nem jó helyen vagyunk, egy alodébb kell menni.
Mindjárt megvan. Mindjárt megvan. Motorra mindjárt küzdünk föl rajt, mint az őrület. Oké, és akkor igazából alá kell építenem, és ma kötésben is vagyunk. Hú, már tudom építeni alulról szerintem. Fasz a dolog. Egy. Mi a fa? Egy, kettő, három, négy, öt, hat. És a hetedik? Hat van közte? Vagy mennyi? Ugye hat? Hatot hagytam közte? Igen, hatot. Na, ez lehet, hogy le fogunk zuhanni a motorra, azt felrobbanunk a francba, nem tudom, hogy mi fog történni itt. Na, érdekes lesz, de már nagyon kíváncsi vagyok rá. Remélem ti is, eddig kitartottatok itt mellettem. Aha, igen, és itt kell ugye ez a lényeg, hogy itt azt csinálod, hogy bekötöd, és akkor nem szakad le. De maga így, így, nem ilyennel, hanem ilyennel jön. És akkor ugye be kell, össze kell kötni a kettőt, mint hogyha összeegeszterét. És ugye ez tök stimmel, csak annyi, hogy 60-as blokkokkal ezt ki kéne rakni, vagy nem tudom milyen blokkokkal. De valahogy ugye ki kéne cserégetni mondjuk azokat, vagy át kéne rendezni. De hát mondjuk az lenne a legkevesebb, de viszont én szeretem, hogyha minden tök jól néz ki, hibátlan. Úgyhogy lehet, hogy fogunk itt ezzel mókolni. Vagyis én gameplayen kívül majd összemókolom, bár nem tudom, hogy hány ezer óráig fog tartani. Na várja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és a hetedik? Lehet, hogy nem is kell már annyi. Most nézem. Lehet, hogy le fogunk érni már talajra. He. De miért nem akarja rakni? Na végre. Hát a szemüre álljon meg. Igen, leértünk. Jaj, végre. Passz a gyerekek, ez brutál volt, hát nincs valami zombi medve? Hát ez többit brutális volt, úristen. Na, a motorra megpróbálom fölmenni. Nem tudom, hogy hogy fog sikerülni, de lehet, hogy egyébként előtte nem ártana kinyitani az ajtót. Na. Jézus Isten, hát meddig le fogok innen esni, mint a szar. Összetörik az egész, az leburul. Jézus, nulla óra van. Nincsen zombi. Zombi medve. Ja, nyitva van az ajtó, jó van, oké. Okay. Tök jó. Lefele gyorsabbak vagyunk. Talán nem szabad le. Jó, csak nehogy leszakadjon. Most azon gondolkozok, megpróbáljak lendületből, de rohadtan pontosan kell vezetnem, basszus. Ó, bassz, de most őszintén, mekkora kulc utc ez? Mekkora kulc utc? Hát ez rohadt jó. És elvileg? Ugye, hogyha ez, szerintem ez, várjál, de itt, most, azon most próbáljad meg. Aha, de lehet, hogy itt át fog jönni a zombi. De kár, hogy nem jó garázs ajtó. Nem tudom, mi legyen. Hogy a, mit fog történni, hogyha jön egy zombi? Jó lenne, hogyha jön egy zombi. Ez kiderül, hogy csak ha elkezdi szétütni, akkor az nem lesz jó nekem. Hát figyeljetek, nem tudom mi lesz. Esküszöm, most nagyobb meg vagyok lőve. Ha maximum annyi, hogyha horda jön, akkor kiverem ezt az ajtót. Vagy kiveszem, vagy valami így meg kell próbálnunk. Nem tudok kivenni egyébként ajtót. Nem. Ugye jó lenne, hogyha jó lenne, tudjátok, az a lenyúló. Azt majd nem tudom, írjatok, hogy szerintetek azt hogy tudom megvalósítani, vagy miért nem tudom megvalósítani. Na figyeljetek, én azt fogom csinálni gameplayen kívül, képzeljétek el, hogy ezt
kialakítom háromsávosra. A kocsi nem tudom, hogy hány sáv, szerint hány blokk széles, de talán háromnál nem több. És igen, és akkor meg kéne csinálni azt, hogy esetleg az alját is ugye megcsinálom olyanra, hogy szép legyen. Hogy ne ilyen csipkézett, hanem összerakom normálisra. Jó? Oké? No, meg felupgrade-elem, megyek HDMI-t az állat, de mondjuk van egy csomó cobblestone-unk még. Jó, most már egyébként három sorra ugye nagyon egyszerű lesz megcsinálni, csak az a lényeg, hogy az alját is meg kell oldanom, hogy értelmesen nézzen ki. Viszont ez tök jó, nekem tetszik, nagyon tetszik. Tök jó, hogy oda be tudok most már ugye menni. Viszont olyan nagy gond az, hogy nem tudom, mi a franc lesz a bejárattal. Hogy azt hogy tudom megoldani. Hogyha van ötletetek, hogy hogy tudnám megoldani ezt a bejáratot, akkor nyugodtan írjátok. Meg egyébként, ha lenne valami zombi, akkor komolyan mondom, fölcsal rá, és megnézném, hogyha nyitott ajtónál mi történik. Vagy esetleg egy zombi horda vagy valami, de egyébként jó lenne, hogy medve. Medvecki medve, meg is nyomnék komolyabb oda egy Lutel csokit, hogyha jönnének medvék. Hát, hogy benézek egyet ide a városba, még kihasználom ezt a, hát nem tudom, 2 órás gameplayt számoltam, ugye? Aztán mikor kezdtük, reggel valamikor? Remélem, hogy jól emlékszem. Nem az lesz, hogy megint 3 órásat irítjentek ide nektek. Hallod, nézd már meg, hogy néz ki az a bázis. Több mint durva. Na. No. Ez mi az a villogó? Ne! Mekkora király! Tudjátok mi ez? Ott egy zombik ugye egyébként. Viszik a házat, tudod? Vannak, amikor így fölrakja ki a trailerre a házat, és ott viszik. Hát ez kurva nagy. Figyelj, villogatok neki. Vegye észre, haverra. Megint eltört együttősebb az a lábomat. Nincs nálunk nagyon lőszer, úgyhogy óvatos be. Ott is van egy zombi kutya, hogy... Figyelj, én benyomok egy üdvét, lootert. Mert ezekből tök jó cuccok esnek, és úgy látom, hogy van itt több is. Valamikor be lehet mákolni olyan jó dolgokat. Ugye megnézzük azt a csávót, és a francesse bele, hogy végre tört a lábam. Egyébként nincs nálam a izé, nem jött velem a drónom. Aha, azért mondom, mert miért fogyott el a stavirám? Nem szokott így elfogyni, az a drón, az rohadtul sokat ad. Jó, hát ez nem jött össze, sajnos. Itt van viszont egy medvecki medve. Valaki vegyen észre. Mentem a pofon, öcsém. Stamina nuku. Nem hoztam el a drónomat. Na. Figyelj. Brutál. Egyébként ezek, ott volt egy Mider is, Armor is. Ezek nagyon durva lootokat dobnak. Csak ez a rossz sebb egyebek, hogy már megint eltölt a lábam. Ott van egy akna. Figyelj, ott egy akna. Nem kéne rámenni. Jó, azért ott is van egy ilyen... Ja nem, az egy sima kutya. Azért van itt ez, az a villogó rajt. Ott volt a méz. Itt vannak hidraulikus dugattyúk, ezzel emelték meg a házat. Hát ez mekkora flash.
Aha, közben rájöttem, hogy szerintem. A láncfűrész egy kicsit hangos volt. Amúgy nem léptünk szintet? Szerintem rengeteget öltük meg. Ó, meg is kipontom. Úristen. Viszont ezt a Lucky Lutert még lehet, hogy még fogom erőltetni, csak ugye az kellene 5-ös szintűnek lenni ennek. Úgyhogy dobunk erre, és a következőbe már még egy szint, és akkor a Lucky Looter már 4-es. Ez tök jó. Ott is van egy olyan farkas-barkas. Figyeljetek, éjjel, tudjátok mit kell csinálni? Fel kell fegyverkezni majd legközelebb. És egy konkrétan ezekre vadászni. És a városban szerintem simán vannak rengetegen. Úgyhogy ez tök jó lehet. Csak az a baj, hogy erre kell figyelni, hogy ide kell hozni kötszert, meg mindent. Mert ugye törél a lábadat, hogy mint annak a lengyel. Lábamat is a törte, tök, vagy a kezemet is. Most már legalább nem tudja eltörni, nem igaz, srácok? Nomád. Nomád, headgear. Headgear. Brutál, nagyon jó itt a loot. Jó, oda kéne menni. Jó, letávolodtam, itt van egy rendőrautó. Talán bemánkoljuk, hogy ki tudjuk nyitni. Van nélkül, hogy minden is ránk rohanjon. Még van 18 lockpikem. És ez komolyan eltörte, az neki se átállította az egyiket. Leszorom, akkor is kinyitom. Luther kajánk van? Ez is turva. Steel Club. Ez a legjobb izé, milyen baseball ütős style cucc. Jó, menjünk a francba haza gyerekek, hogyha esetleg látunk még zombi medvéd vagy bármit, akkor azt még össze. Kapjuk gameplayen kívül, én megcsinálom azt a hidat, vagyis azt a följáratot, jó? Annyi. Az, hú, a gyerek, el van törve a lába, így megy. Nincsen nálam tényleg ez olyan? Semmi olyan, amivel megjavíthatnám magam, úgyhogy ez szar. Kár, hogy nem lehet messziről hívni a izeiket, a drónunkat. Jó, elmentem a francba, én hülye. Ja, hát arra kell figyelni, hogy ezek eltördelik a lábad. Kezed lábad, bazza, ezek a ragydögök. Pedig mindenféle shock resistem van, annyi, mint a sár, de olyan nem, ezek nem kérdeznek vissza. Hát meg nem véletlenül azért, meg lootok, azok brutálisak vannak náluk. Gyere ide, Malmec! Kurva élet. Nem tudok rongyot sövid, jó van ott rohagy meg. Jó. Jó van gyerekek, figyeljetek, én hazavászorgok. Tényleg az lesz akkor, megcsinálom ezt a följáratot. Hogy az le van szakadva? He. He. Nincs, csak nem töltött be még. Megcsinálom ezt a garást. Egyébként azért akartam megcsinálni, mert akkor így egyből föl tudok majd autóval, motorra, bármivel menni. Bár mondjuk, még nincs meg 2 óra a gameplay, úgyhogy meg kéne csinálnunk annyit gyerekek, hogy... Haza kéne vánszorognom nagy nehezen, hát a rossz se bette meg, hogy ilyen lassúak vagyunk, törött láb, törött kéz, minden is. És akkor meg kéne annyit nézni, hogy... Fú, mit akartam megnézni, mit akartam meg... Motort nem tudjuk megcsinálni a nagymotort, mert az azért lehet, hogy egyen jobb lenne. Több inventory hely, meg mit tudom én, meg jobban megy. Nem ezzel a kis szarral közlekednénk, hanem ilyen herra izé lenne. Herrider, vagy nem tudom, minek nevezték azt? Stílusba, ilyen chopperre mennénk. Jó, meg erre a bejáratra, hogy rampát hogy tudnék kitalálni valami jót. Arra írjatok, aminek nincsen kerete, hogy mit tudom én, nem tudnak le átmenni rajta. Nem vagyok be biztos, hogy át tudnak, de azért jó lenne, hogyha nem tudnának. Egyébként egy zombi itt lenne, akkor biztos, hogy megpróbálnám meglőni. Hogy próbáljon meg bejönni, de az egy darabot nem látok. Mondjuk lehet, hogy jobb addig már, amíg nem upgrade-elem fel.
Ja, meg holnap ki kell cserélnünk a izét is, van a 48. nap. Egy napunk van. Oké. Ajtó is kész. Jó, egyébként olyan hangulat, nem? Várjál. Jaj, lehagytam már megint azt a hülyét. Én akkor mit köd be? Mind a kettőt? Lol, egy darabbal, az azért a jó. Oké, a izét meg kell, várjatok, ezt kikapcsolom. És... figyelj, egy pillanat, jó? Egy pillanat. Amint kaptam fegyókat. Meg kaptam ármorokat. Meg kaptam, figyeld már megint sörétes lőszert, ennyit. Aztán igazából megöltek, vagy kettő ilyen kutyamutyár, vagy mi a fecsemert. Úgyhogy ez tök jó. Na, bike. Várjál ma. Buzi madár. Hát beszorok. Na. Bike. Nem minibike, hanem minek nevezik azt a másik járművet? Várja, meg kell nézni, előbb skillek nevet meg tudom nézni, úgy, hogy a... Itt. És hogy a járműves dolognál, vehicle. Ebből tudnék csinálni ilyet. Akkor az moto. Igen, a iska, izét is tudok csinálni. És tudok ilyet is csinálni, csak figyeljetek, tudjátok meg, mi nem lesz, baze. Nem lesz motorom. Nincs motorom. Egy rohadt motorom nincs. Viszont ez, várjál. Ezt, hogyha szétszedem, akkor mi lesz belőle? Le tudom ezt scrappelni? És komolyan. Várjál. Kiveszem ezt belőle. Kíváncsi vagyok, hogy... Mert akkor ez tök nem kellene. Mi lesz, hogy erre nyomok egy scrap, nem tudok scrapet. Hát azért pedig mondom, de jó lenne. Arra se vette meg, be az a gyerekek. Hogy nincs egy rohadt motorom. Dakar gyerekek. Nem sokára mehetünk. Nincs motorom, de várja, akkor csináljuk meg már a motorcross-t, meg ezeket. Igen, ez kellene, ehhez kellene, hát betrekeljük, aztán valamit csinálunk. Kellene egy csomó duct tape, kellene hozzá egy csomó acél, előleg van acélom, meg kellene hozzá part. Ilyen part, és akkor ezt már meg is tudnám csinálni, úgyhogy ez mehet is. Vaj, a kocsit még nem tudom, jó, oké. Okay. Rendben. Akkor ezt craftolja le. Nézzük meg a... Igen, ezt craftoljuk. Nézzük meg a... kezes dolgot. Ez kell lámpa, meg kellene még. Úgyhogy kellene csinálnom, azt hiszem, hogy... duct tape-et. Nyolcot tudok csinálni, de faszabb az. A glút kellene készítenem, csontból. Csak ahhoz meg kell víz. Na, be vagyunk szizébe. Megszivadva rendesebb, így gyerekek, durván. Ilyen kellene, ilyen kollektor még. Lenne belőle egy 8 darab, töménytelen mennyiségű vízünk lenne. Várja? Abszolút nincs vizem.
Jó. Mi kell még? Kell egy izé, szervetlen craftból, egy headlight. Meg kellene még, mi kell? Kettő darab ductit kellene. És akkor meg tudnám csinálni az elejét is a motornak. Úgyhogy az már tök jó lenne. Kellene víz. Néhány víz. Vízecske legyen már. Kettő darab víz kellene csinálni. Ja nem, bazza, rengeteg izé kell hozzá, nem? Mennyi kell ductithez? Mennyi? Glue. Ja, klotunk nincsen. Klotunk nincsen, bazza. Nem a glue-val van baj. Hülye vagyok. De hülye vagyok. Nem vettem észre, ne haragudjatok. A gyógyszernél nincs olyan kötszer, amit fel tudnék valamit. Ja, izé kell, de bazzánk. Most ezt... Mi lesz belőle? 15 klot. Hát ez nem a legideálisabb üzlet volt. Nem a legideálisabb üzlet volt, de gyorsan legalább megoldottuk. Ezt is lekraftoljuk. Jó. Akkor... Ez már megvan. Maradjon itt benne, és akkor mi kell hozzá még? Ez kellene hozzá. Megvan, kell kettő wheel, battery, meg egy engine. Szervetlen craftba, még wheelem sincsen, szerintem gumink sincsen. Kerekünk is, kell kettő kerékbazze, meg egy motor. És akkor azt tudnék csinálni. Ez tök jó lenne. Ez úgy szerintem elég baba lenne egyébként, viszont ide még mindig idegesít, hogy jó lenne fölcsalni valami hülyét. Ha látnánk egyet, akkor azt tudja, hogy fölcsalnám, de érdekes, hogy néha, hogy a zombik azok nem léteznek. Mármint így, valamikor jönnek, valamikor meg csak így el. Ez nem baráti. Viszont ez jó, jó lesz ez a garázs téma. Itt pont ez egy ilyen kihasználatlan hely volt, ide járműveket ide fel be tudom pakolni. Sima liba. Ott egy medve. Zombi medve. Keeper adnak, örül majd. Ott egy farkas is. Hát, itt ez izé van. Kánon. Az medve egyébként szerintem nem zombi medve. Oké. Kellene izé. Kellene a drónom. Hol van a drónocska? All systems go affirmative. Szükségem lenne pár alkotó elemre. Ez a medve meg szerintem normál, látod? Nincsen leizelve. Jaj, gyerekek, kellene lába meg van törve. Ezt is újra kell építeni, de nem örülök. De holnap biztos, hogy nem fogok vele foglalkozni. Egy rohadt zombi az lenne, de nincs ám. Mi lenne? Medve van, az a zombi nincs. Nuku, semmi. Egy bűnös zombi sincs. Pedig vágyom rá. Azt mondják, bevozza az ember, amire sokat gondol, hát akkor gyűjjenek a zombik. Na. Hú, vártok zombék! Mindjárt bemegyek egy házba. Zombis játékba keresik a zombikat. Mi? Mindjárt figyelj, itt rendet teszek. Igaz, hogy futni fog. Hú, de. Most fölébredtek szerintem. Jó, na megnyugtunk. Jó, mondjuk ez pont nem releváns, mert ilyen idő is zombi,
Kelj föl! Keltek föl! Gyertek papával! Gyere, 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 haver! Mindjárt nem fogsz annyira futni. Gyere! Ne üt a hátamat! Ne üt a hátamat! Én ezt az ilyen izé, ez mindenképpen ütni fogja. Jó van, nem baj. És így van, bírjuk mi ezt. Szeretem, ha üttek. Jaj, ne a medve. A frost se vette meg, üti a hátamat. Legalább jön! Hát jó van, bazza. Az armor, ez nem rossz. Várjál. Kicsit meglógunk előle. Ugye nekünk hamarabb fel kéne járnunk. Azért a mocskos életben mi van itt el? Kezi, nem vagyunk egyedül. Észrevette a robotunk, nagyon jó. Majd mindjárt elektrifálom. Az apát szövít! Aha, lement. Tudja, elkezdi ütni, akkor nagy baj van. Ez fut föl szerintem a lépcsőr. Ott jön, mint a vonatba az -e? Igen. Kicsit be van csavarodva, ja, de meg egyébként itt nem jó hely dolgot ütnek. Figyelj, oldal egy meggyűjt. Ott próbálja kiütni, és azon gondolkozok, hogy itt lehet, hogy abiat, mert... Mindjárt megtosoljuk. Lehet, hogy ezért üti ott, mert az ilyen gyenge. Aha, most meg azt üti, látod? Mert gyenge. Ugye, mert a bazd, a rács, az beton. Na, ezt nem akartuk, öcsém. Aha, most már. Aha, mert a rács föl van húzva betonra, látod? Elbasztuk az acélt. Viszont ez nem jó, hogy azt üti. Ide gyere, testvérem! Ne ott hadonásszál! Ej! Ez nem jó! Ez nem jó. Nem jó ez az egész koncepció. Jó van, cseszbe. Nem vagyunk boldogok, gyerekek. Komolyan most már egyre inkább nem. Kezdenek összecsapni a hullámok a fejünk fölött. Jó, viszont ez úgy látszik, hogy ez működőképes. Az oké. Okay. Szépen fogta, aztán futott a másik irányba. Meg szerintem, ha le vagy nyitva, akkor nem erre akarnak följönni, hanem a zombi váró részen, az jó. De hogy a zombi várót miért kezdik-e szétkalapálni, azt nem tudom megérteni. Gyanítom, hogy az miatt, mert ez itt túl masszív nekik, és máshol akarnak kifúrni. Ami nem jó. És oda meg raktam egy acélt. Hát ez fasza volt, gyerekek. Mondjuk az acél, az kíváncsi, hogy az hány blokk. Hány, mennyi a durability-e? Ugye ráverek egyet. Csak 10 000. Érdekes. Csak 10 000. Mondjuk ugye, hogy át kell rajt fúrjuk, az kapásból 20 000, mert kettőt kell egymás alatt. Meg még ráadásul rapsz rá valami külső borítást, ami nem foglal helyet gyakorlatilag, aztán vár is az élesz neked. Nagyon sok. Na, viszont ez tök jó, hogy nekem van itt egy garázsom, én nekem ez tetszik. Csak hogy ez a motor mindig erről, ez agyáros sebegye meg.
kell szereznünk izét, várjatok, még egy dolog, hát hogyha van a tradernél motor, meg kerekek, azt mondja, hogy megnézem, mert akkor le tudnám craftolni a nagy motorovat. Na, meg az izé, gyerekek. Jaj. Esze. Kaptor a fejes, tesó. Bemegyek ide. Hát nyugalom itt nincsen ezen a helyen, az tuti. Viszont XP az több mint tele mennyiségű, meg loot. Hát itt valamit valamiért, ugye? Nálad nincsen véletlenül izé? A méz, nálam szerintem van. Meg egy kötszer se ártana. Á, mi van itt a gyerekek? Kivettem a Supercharger modot, ugye? Amiatt is lassabb volt a jármű. Amikor szét akartam szedni. Na, inventory érdekel engem testvérem, hogy esetleg motor nincs, de szerintem ennél pont nem lesz. Se kerék, se motor. Ott az engine. Oké. Viszont kerék az nincs nála. Jó, az Wheels, ugye? Jó, az nincs nála, de jó van, legalább a motor megvan, de biztos vagyok benne, hogy most meg fogok egyből kapni majd. Jó, nem gond. Semmi baj, pénzünk van gyerekek, úgyhogy annyi legyen a nagy bajunk, hogy ezt tetti elköltöttük. Na, elbúcsúzok gyerekek. Gameplay-en kívül felépítem a maradékát ennek a kódszerálynak, jó? Megcsinálom három sorba. Annyit írjatok meg, léci, hogyha esetleg tudjátok, és hogyha van kedvetek megírni, segítsetek annyiba, hogy csináljam meg azt az ajtó részt, hogy ez elég csúfos, vagy esetleg hogy kell odaraknom azt a garázs ajtót, amelyik ugye ilyen fölnyillós. Lehet, hogy kellene neki cserélnem egy keretet, azon gondolkoztam, ugye, hogy ezen az oldalon is, meg azon az oldalon is, és akkor így gyakorlatilag lenne, ahova így beilleszkedik. Nem tudom, valaki, aki tudja, azt légy, írja meg. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsom, mit sőtészta.